Szeretettel köszöntöm a sajtó munkatársait, örülök, hogy eljöttetek. Köszöntöm a vendégeinket, akik egyébként részesei minden szempontból ennek a mai sajtótájékoztatónak is, ennek a galériának a létrejöttével. És a kedves művészeket kívánok, hogy nem bocsánat ide közéjük, akik pedig ugye a tagjai most indulásképpen a Mimik Art galériának. Szeretnénk a sajtótájékoztatót megkezdeni, és néhány információval ellátni benneteket, önöket ezzel kapcsolatban. Talán Rákei Péter megkérném, hogy egy pár szót akkor itt a ötlettel és a kezdetekkel kapcsolatban, meg talán az épületről. Mindenkit szeretettel köszöntök, hogy a nyár ötletén örömmel jöttem ide, mert ezelőtt egy olyan 2 hónappal talán, vagy lett kicsivel több, bejött hozzám az Imre, és elmondta, hogy van egy elképzelése. Én mindig minden ilyenre vevő vagyok, de szkeptikus voltam bevallom most így magunk között, hogy ezt meg lehet-e csinálni. Átjöttünk meg az épületet, ebben láttam fantáziát, a lehetőség adott volt, de ugye utána az volt a fejemben, hogy ez hogyan lehet majd vajon úgy helyrehozni, hogy működtetni is lehessen, és lesz-e hozzá működtető humán erőforrás, mint a miniszteke gondolt. Hát lett, mint látjátok itt mellettem és mögöttem. Én mindig szoktam pártolni az ilyen innovációkat, főleg a művész világban volt már egy-két ilyen, az elmúlt 10 évben egy-két ilyen akció, amit próbáltam a művészekkel támogatva létrehozni. Eddig valahogy nem sikerült, lehet, mert hogy kívülről jött a kezdeményezés. Ugye voltak ilyen művész találkozók a gépátítón, 2 is. Én abban bíztam, hogy ez majd önálló életre fog kelni, és ez működik a hivatal nélkül, ez nem jött létre. De most ez, ami itt jött létre, ez talán azért életképesebb, mint amit én ott kitaláltam, mert ezt nem a hivatal találta ki. Tehát ez egy belső kezdeményezés, ez a művészek részéről jött, picit féltem attól is még, most a negatívumokat nem mondok, egyik se az, csak a realitásokat mondom, hogy lesz elég vállalkozó egerszegi művészember, aki ebben részt vesz és kitart. Mert ugye tudjuk, hogy a művész világ az mind autonóm egyeniségből lát, tehát őket nehéz összeterelni egy akkorban, mert mindenki egy erős egyéniség, ez ebből a világból következik, ez teljesen érthető, és ez így természetes. Talán ezért is nehéz összefogni a művészeinket, de most ez nagyon-nagyon szépen sikerült. Tehát, ahogy mondtam, ezelőtt egy olyan 2 hónappal jött az ötlet. Én rögtön, amit tudtam magam részéről, mellé állva megtettem ezért, és úgy láttam, hogy érdemes volt. Egy hónapra már nem lesz ebben a részt, mert működik nélkülünk, hivatal nélkül. 2-3 hete. Most ide jöttem, és azt mondtam, hogy csoda történik a belépőn a teremben. Ugye voltam itt 1 hónappal, akkor azért nem így nézett még ki. Szeretnék köszönetet mondani az ötletadón és a művész hulakon kívül, akik itt ezt az egészet létrehozták. Még nyilván övék a főérdem, de háttér munkában mindenképpen meg kell említsen a hivatalnak a műszaki osztályát egyrészt. Számomra nagyon kellemes tapasztalat volt, hogy amikor átjöttünk ide, úgymond hoztunk egy kulcsos ember, egy kabinos, nem volt ide kulcsunk, bejöttünk. Rögtön mondta a műszaki kolléga, hogy itt ezt meg ezt meg kell oldani. Nem azt mondta, hogy ezt meg ezt nem lehet, hanem meg kell. Értjük ez alatt a riasztó beszerelését, mondták, hogy veszélyes lehet itt a konnektorok, meg a különböző vázatoknak a állapota. Nem azt mondta, hogy akkor ez nem lehet, hanem akkor azt is megvizsgáltatták, és mindent nagyon gyorsan a műszaki osztály segítségével sikerült itt ezt a ronda üdegajtóban nem ölt. Ezt is saját ötlettől vezérelve ők ezt befalaszták, hogy egy csúnya szóval mondjam. Egyrészt a műszaki osztálynak nagyon nagy köszönet, másrészt pedig a VNK vezetésnek és a VNK műszaki részlegének, mert itt is volt egy-két olyan dolog, amikor abba futottunk bele, aztán befejezem, mert nem akarok túl szerepelni, abba futottunk bele, hogy itt
benőtte a természet a bejáratot, tehát itt, itt ez a tértük a növényeket, meg a madar galambokat is, itt mindenhol, kis dzsungel. Egy félperces telefonomba került ez is, a közgatóval beszéltem, nem azt mondta, hogy most nincsen velem, meg most ez meg, azt mondom, oké, mikorra kell, és megcsinálták. Ezek után én a képből kiléptem, Imre időnként felhívott, és elmondta, hogy hogy áll a dolog, úgyhogy én szeretnék gratulálni az egészhez, amit itt látunk mindenkinek, a háttérmunkásoknak, a műszakiaknak, a VMK-nak, és elsősorban azoknak, akik itt vannak mögöttünk, illetve mellettem, azoknak a művész kollégáknak, akik ezt üzemeltetni fogják, bízom benne, hogy, hogy ez életképes lesz. Én most optimista vagyok, mint voltam az 5-2 hónapban. Még egyszer gratulálok. Köszönjük. Egy pillanatra itt az első beszélgetés beszél oldása képen szeretném megkérni a egyik alkotó művészt, aki részt és a szintén a galériának Nagy Kálmán festőművészt, hogy egy másik oldaláról is mutatkozzon be, és ő szeretne egy dalt előadni és prezentálni. Közel áll ez a dal, mert hát én ugye 2 éve jöttem vissza, és ez a fajta mondani való, ez megdobogtatja a szívem. Szeretném megkérni most a keresztüli VMK és a kulturális intézmény hálózat igazgatát, Flajsz Gergő urat, hogy egy kicsit a gazdasági helyzetünkről és a működésünk
és ennek a mondjuk úgy intézménynek, kis pici szigetnek a beintegrációjáról beszéljen egy kicsit hivatalosan. Köszönöm szépen, én is köszöntelek, köszöntök mindenkit. Igen, ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen mi miért is vagyunk itt. De mielőtt ez megtörténik, még engedjétek meg, hogy a művészek osztályvezető úr mellett még szeretettel köszöntsem dr. Kocsán Lászlót, a Köcsér Múzeum főigazgatóját. Köszönjük szépen, Laci, hogy megtiszteltél minket a jelenléteddel. Azért gondoltuk azt Péterrel, hogy nagyon fontos, hogy a galéria mögött legyen egy intézmény, mert azért mégiscsak akkor jó, működik jól egy ilyen kezdeményezés, hogyha alulról építkezik, ahogyan ezt Péter is mondta, de mégiscsak szükség van olyan dolgokra, amiben egy intézmény tud segíteni. Nekünk a hangversenyteremmel közösen, és nyilván nem véletlenül van Tóth László itt mellettem, nekünk a feladatunk a hangversenyteremmel az, hogy a kortárs művészetet mindenféleképpen támogassuk, és az elmúlt években is többször, amikor a művészekkel találkoztunk bármilyen fórumon, vagy beszélgettünk velük, felmerült igényként, egyértelmű igényként az a lehetőség, hogy nagyon nagy szükség lenne arra, hogyha Zalaegerszegen a művészek tudnának egy olyan helyen működni, vagy tudnának egy olyan helyen akárcsak összejárni, ahol nincsenek úgymond kötöttségek, és az a hely kizárólag a művészetről szól, legyen szó egyébként a művészet bármelyik ágáról, és ez nem volt egy egyszerű dolog. Ahogy teltek, múltak az idők, ugye az Imre is, ahogy az előbb említette, ugye visszatért Zalaegerszegre, elkezdtünk ötletelni, és akkor tulajdonképpen valósult meg, vagy akkor fogalmazódott meg ennek a galériának az elképzelése, hogy ha mindenki lát ebben rációt, mindenki partner ebben, és hál' Istennek osztályvezető úr, polgármester úr is azt gondolom, hogy a távollétében is nyugodtan idevehetem, maximálisan támogatta ezt a kezdeményezést, akkor azt gondoljuk, hogy ez egy életképes, működő, lélegző galéria tud lenni, ami tulajdonképpen a legfontosabb része. Mert mi azt szeretnénk, hogyha ez a galéria, ez nem egy galéria lenne, hanem egy olyan galéria lenne, ahova bejön, tételezzük fel a vendég, bejön az érdeklődő, egy művésszel fog találkozni, amikor bejön, ez egészen biztos, és onnantól kezdve egy teljesen más lélek költözik egy ilyen beszélgetésbe, vagy egy ilyen, akár egy tárlatvezetésbe, és hogyha ez jól tud működni, akkor azt gondolom, hogy megint egy olyan dolgot alkotott Zalaegerszeg, ami különleges. És mivel ráadásul a belvárosban van a galéria, ezért nyilván most nem kell, hogy a következő évek terveit, mert hogy vannak, felfedjem, de szeretnénk, hogyha ez nagyon nyitottá és olyan helyé tudna válni, ahol amellett, hogy műalkotások tekinthetőek meg, egy csomó-csomó olyan műhely munka és egy csomó olyan lehetőség kialakulna, amire eddig nem, hogy nem volt lehetőség, mert volt, de mégis egy más lelke van egy ilyen helynek. Úgyhogy én abban bízom, hogy intézményként tudunk majd úgy együttműködni a művészekkel, ahogyan eddig. Mi igyekszünk mindenben segíteni és támogatni az elképzeléseiket, és hogyha ez meg tud valósulni, akkor én szerintem egy olyan unikum jött létre, ami hát az épület sorsáról egyelőre ne ejtsünk szót, de egy olyan helyzet jön létre, ami hosszú távon lehet majd izgalmas. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez szányra kap, és akkor minden rendben lesz, és úgy fog történni, ahogy elképzeltük. Köszönöm. Most még szeretném megkérni egy pár mondat elejét Tóth László Lacit, a hangverseny és kiállítóterem vezetőit, hogy a kicsit az intézmény és a kortárs művészet
kapcsolatáról beszélek, az elejnyeszegi viszonylag. Köszönöm szépen. Nagyon örülök én is, hogy ma itt lehetek. És azt szeretném először is leszögezni, hogy nagyon jó az, hogy létrejött ez a hely. Nagyon jó, hogy a zalaegerszegi képzőművészetünknek van egy saját helyük. De ez nem azt jelenti, hogy a hangverseny és kiállítóterem a jövőben kevésbé lenne az ő szinten. Ugyanúgy szeretnénk továbbra is megrendezni azokat a nagy hagyományú rendezvényeket, például a szalontárlatot, ami eddig nagy sikerrel történt nálunk, és ugyanúgy szeretnék lehetőséget biztosítani egy-egy képzőművésznek arra, hogyha akár egy jubileumi vagy egy komplett tárlatot szeretne bemutatni, és úgy gondolja, hogy mégis a városi hangverseny és kiállítóterem lenne erre alkalmasabb, hiszen ott lényegesen több képet ki lehet állítani, illetve hát egy kicsit más a légköre, nyilván pro és kontra mind a kettőnek van előnye. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagyunk, és azt szeretném mondani, hogy ugyanolyan nagy szeretettel várjuk a képzőművészeket a hangversenyterembe is, és a hangversenyterembe is megrendezzük a következő időszakban a kiállításokat, ami egy nagyobb dobás lesz ősszel, és már szeretném egy kicsit megpendíteni, hogy a teremi porcelánokból rendezünk majd október 16-ától egy tárlatot, nyilván ezt majd komolyabban is nyilvánosságra fogjuk hozni. Köszönöm szépen! Még egyszer egy pár gondolat elejéig visszavenném a szót, és hát köszönöm a kedves mondatokat és a ideákat, ami előre vetítenek a gondolatok. Talán ide átjövök a művésztársak nádékat közé, hogy ne szeparáljam magam így ki. Igazából annyit szeretnék elmondani, hogy amit már Márkényi Péter is előre elmondott, hogy talán két-három hónappal ezelőtt leültünk és ötleteltünk annak okán, hogy nagyon régóta lógott a levegőben, lehet ilyen csúnyán kifejezni, az az igény és többek részéről is a gondolat, hogy valamilyen helynek létre kellene jönnie, ahol az Zalaegerszegen alkotó kortárs művészek, ivar és képzőművészek összejöhessenek, vagy kiállíthassanak. Tulajdonképpen ez az épület, ami itt áll most már nem tudom hány tíz éve kihasználatlanul, valójában kínálta mindig ezt a lehetőséget a gondolatra. Igazán ugye nem lehetett belátni, hogy mi van itt, és amikor valóban átjöttük és megláttuk ezt a helységet, akkor ez teljesen egyértelművé vált, hogy itt van 130 négyzetméter, ugye 120 nagyjából a kiállított tér, és még kaptunk hozzá egy raktár irodahelységet is, ami tökéletesen alkalmas, hogy egy ilyen funkciót betöltsön. És hát azért lett Mimic Art Galéria nyilván az MNIK-ból adódóan, ezt ugye Velke Jónak Péternek köszönhetjük, ő volt a név kitalálója, és azért Pop Art Galéria, pop-up, mert ugye nem tudjuk, hogy meddig. Tulajdonképpen alkalmi jelleggel vagyunk, de előreláthatóan és a gondolatok szerint egy másfél-két évig, hogyha jól működünk biztosan, hiszen addig ebben az épületben, mire végigfut a bürokratikus folyamata, addig azért itt lehetünk. Nagyon sok munkát tettünk hozzá, hogy ez létrejöjjön. Nagyon sok munkát adtak hozzá, ahogy már elhangzott, a műszaki osztály részéről, hogy egyáltalán ezt támogatták, és meg is valósulhatott. Nyilván ebben pénz is van, tehát ennek anyagi vonzata is volt. Nagyon sok munkát kaptunk hangverseny és kiállítóterem, illetve a keresztúri művelődési központ dolgozóitól, akik szintén itt effektív részt vettek, hogy ez létrejöhessen. Tehát ezúton is köszönöm és köszönjük nekik. És hát tulajdonképpen talán nem árulok el azzal sem titkot, hogy ahogy most ez a dolog létrejött és talán elkezd működni és egyre jobban tudjuk üzemeltetni, azért összességében egy olyan ideát kergetünk,
ami arról szól, hogy a városnak művészeti intézménye jelen pillanatban nincsen, és nincsen olyan központi bázisa a képzési iparművészetnek, nem is említek most más várost, hogy hol van hasonló, de igazán ez lenne az ide a vége, és talán lehet ez a kis bázis ennek egy ilyen előfutára, vagy kis zászlóvívője. És nekem van egy barátom, akit nem régen temettünk sajnos, Fekete György, aki azt mondta, hogy ha ilyen gondolataink vannak, akkor először is ahhoz nagyon-nagyon komolyan össze kell rakni az alapokat, akár szellemileg, akár egy ilyen galéria vonatkozásában. És én azért örültem nagyon annak, és ezért is, többek között ezért is szerettem volna, és örülök, hogy eljött a Kostyán László úr, mert hiszen ők azok, akik egy olyan könyvet mutattak be nem olyan régen, ami kimondottan a Zalaegerszegen alkotó, vagy itt alkotott, és most már elköltözött, vagy már ugye nem köztünk lévő művészekről szól. Tehát tulajdonképpen már van egy úgymond szellemi összefoglalt dokumentációja is ennek az ideának. Most talán van egy szemmel és materiálisan fogható másik alapja is ennek az ideának, és talán ezekből majd egyszer kibontakozik, és akkor felépül majd egy komoly nagy bázis és intézmény. Tulajdonképpen, ami még talán hiányzik, szombaton tartjuk a megnyitót, tehát a szombati nappal megkezdjük a munkát, ami azt jelenti, hogy 10 órakor megnyitunk, 13 órakor fogunk zárni, a köztes időben nyilván megtartjuk a protokolláris részét a megnyitót, és aztán innentől kezdve lesz egy rendszeres nyitvatartásunk, ami azt jelenti, hogy hétfő kivételével a munkanapokon déltől 6 óráig leszünk, és szombaton pedig 10-től 13 óráig. Valóban, ahogy elhangzott a bemutatkozó beszédekben, mindig valamelyik művésszel lehet majd találkozni, hiszen mi magunk társadalmi munkában fogjuk üzemeltetni. Többségünknek van már arra gondolata, hogy mivel lehet ezt az időt aktívvá tenni, tehát szeretnénk különböző műhelymunkákat kialakítani, különböző csoportfoglalkozásokat. A koncepcióhoz hozzátartozik még, hogy lesznek majd időszaki kiállítóink. Beszéltünk már, kerestük a kapcsolatot Bubis Tündékkel, a Pannon Tükör részéről, irodalmi és szellemi szinten is történjenek majd itt események. Szeretnénk tartani meghívott, vagy akár saját koncepció alapján előadásokat, amik nyilván megint a művészettel kapcsolatosak. Szeretnénk ide csábítani a lokálpatriótákat és magát a klubot, ami most egy alapítvány szerint működik, hogy időszakonként esetleg ebben a környezetben tartsanak egy összejövetelüket, ami nyilván inspiráló lehet azok számára, akik anyagilag olyan helyzetbe kerültek, hogy akár vásárolhatnak is műtárgyakat, akár gyűjteményeket is elindíthatnak. És hát reményeink szerint hétről hétre, hónapról hónapra egyre rutinosabban és egyre ambiciózusabban fogjuk tudni működtetni. Köszönöm szépen a meghallgatót. Igen? Ha kérdés. Igen, hogyha esetleg lenne a sajtó részéről, akár itt a művész kollégákat személyesen kérdés. És hát tulajdonképpen, ha valaki ide betír, akkor egy ilyen stálnakvezetést kapott, esetleg beszélgetésre várják. Ebben a nyitvatartási időben mi is föl lett vázva, mint jól értettem én ezt. Igen. Alapvetően itt vagyunk mindannyian. Ez mondjuk, ha a kezdetekre visszagondolok, akkor azért szívmelengető számomra, mert úgy tűnik, hogy
abszolút komolyan veszik a társak és a kollégák ezt a dolgot, tehát mindenki eljött, senki nem maradt távol. 10 indulunk neki ennek a dolognak, természetesen nyitottak vagyunk, és szeretnénk, hogyha csatlakoznának, hiszen Zalaegerszegen azért élnek még művészek. Egy feltételt, és ebből mindjárt adódik, hogy közben kialakult köztünk egyfajta gondolkodási szisztéma, ami a működésre vonatkozik, és hát ezt egy írásos nyilatkozatba is rögzítettük, amit azért kellett megtennünk, mert tulajdonképpen mindannyian felelősséget vállalunk, hiszen nincsen galerista, aki ezt üzemelteti. Az, hogy én most vállaltam ezt a szerepet, az azért van, mert mint ötletgazda bentre vettem ebbe a pozícióba, de ezt szeretném áttölni egyre jobban őrájuk, hogy tulajdonképpen nincs galerista, tehát itt mindenki a saját hátán viszi ezt a dolgot, mindig azon a napon, amikor ő a szerepvállaló. Nyilván az idő eltöltésére vannak elképzelések, de úgy, ahogy ugye elhangzott, ha ide betér valaki, akkor természetesen abszolút komoly és szakmai információkat hoz juthat, hiszen maguk a művészek lesznek itt. A menetrendet éppen Igor kivel lehet találkozni, mi várja itt a látogatót, ezt hol lehet megtudni, mert szerintem ez is érdekes lehet adott esetben. Igen, hát ez szerintem az egyik legfontosabb egyébként, hogy ezt publikáljuk, fogjuk is folyamatosan, de ha most nem akarok semmilyen fajta sértést, és nagyon óvatosan teszem ezt, hogy az első közös foglalkozások alapja az lesz, hogy megpróbálom a kollégákat, azt a korosztályt, aki ebben nincsen olyan rutinszerűen bevinni, hogy hogyan kell közösségi portálokat használni és kommunikálni, ugyanis rendkívül fontos lesz a saját érdekünkben, hogy publikálják, hogyha például, most bocsánat, hogy nézek, mondjuk a Farkas Feri van a helységben, akkor ezt előtte, napokkal, vagy az előző héten akár tudassuk a kedves érdeklődőkkel, hogy csütörtök délután igenis érkezzenek, mert személyesen találkozhatnak vele, de ugyanígy bármelyikükre, és ez nem az én kimondott én feladatom, tehát én nem akarok egy PR marketing emberé válni ebbe a dologba, nagyon szeretném, hogyha ők ezt elsajátítanák, és ezt nagyon komolyan közösen, hiszen az, abban lenne az erő, hogyha itt tizen tennénk ezt. Esetleg van még valami? Milyen gyakran fog cserélődni az anyag, tehát most ezzel indultam? Igen, hát tulajdonképpen ugye van 10 művész, akinek itt látható az anyaga. Gondolataink szerint egyelőre úgy tűnik, hogy havonta fogunk cserélni munkákat, erre van lehetőség. De természetesen, hogyha bármelyik őknek ebben más gondolata van, vagy felmerül, vagy készült olyan munka, vagy visszakerül más kiállításba, amit rögtön szeretne prezentálni, akkor minden további nélkül van lehetőség. Ezt mindannyian mindig egyeztetjük, és semmi akadálya. Tehát nem. Az a nagyon szerencsés helyzet állt elő, és ezt próbáltam az elejétől fogva feléjük kommunikálni, hogy semmiféle nyomás és korlát nem gyakorol ránk. Sem a hivatal részéről, már bocsánat, hogy így mondom. Tehát semmiféle bürokráciai elvárás, kitétel nincsen, abszolút támogatnak bennünket, azt csinálunk, ha most gyerekesen akarom mondani, amit akarunk. Tehát rendkívül szabad kezet és pályát kaptunk, ennél jobb szerintem a kreatív emberek számára nem lehet. Esetleg még? Szeptemberben majd a többiek döntése alapján is nyilvánvalóan fogunk bővülni, hogyha jelzést kapunk arra, hogy valaki szeretne hozzánk csatlakozni. Tehát ez nem egy elzárt, zárkózott csapat, abszolút nyitottak vagyunk, és ha vállalja. És hát ha vállalja nyilván, mert azért itt van egy társadalmi feltétel, munkafeltétel, amit viszont nyilván vállalni kell. Tehát azt nem lehet, hogy valaki jön, kiakasztja a képét, vagy elhelyezi a szobrát, és aztán köszönjük szépen, majd szóljuk, ha valami történik. Tehát itt valóban most ez arról szól, hogy ez a galéria egy kicsit nagyon jó helyen van, tehát a város közepén impulz legyen, állandóan működjön, állandóan történjen valami, ezt megpróbáljuk lehető legjobban kommunikálni, meglátjuk, hogy mekkora érdeklődés és igény van. Nem tudom, hogy a
Hát igen, köszönjük szépen, most a világítás az rögtön kattog a villanyórába, és állásan köszönjük. Ezt a urata és a VMK megfelelő módon elosztva, ez nem lesz akadálya a működés, ezt meg fogjuk oldani. Hát azt még azért elmondom, hogy most, ha ez így szóba kerül egyébként, hogy szerintem egy rendkívül különleges dolog, tehát akár országos viszonylatban is, hogy amit egy olyan gazdasági helyzet van, mint ami most, nem csak Magyarországon, hanem világviszonylatban, akkor úgy tűnik, hogy leginkább ez a helyzet a kultúrát fogja fölmorzsolni és kegyetlenül meggyepálni. Addig ebben a helyzetben, amikor művészek nem tudnak értékesíteni, tehát biztosítani a megélhetésüket, nem tudnak kapcsolatokat teremteni, mert be kell zárkozni, amikor bezárnak a galériák, nem tudnak kiállítani, tehát mindenféle formával leszeparálódnak, akkor addig Zalaegerszegen szerintem csodaszámba megy, hogy 130 négyzetméteren a belvárosban ilyen körülmények között nekiállunk egy ilyen munkának. Szerintem ez egy csodálatos dolog. Köszönjük. Esetleg, ha személy szerint a művészektől akarnak információt, a benyomásaikra, akkor válnak. Egyébként pedig szeretnék megkínálni önöket ásványvízzel, üdítővel, van egy kis pálinka kóstolónk is, nyilván az most csak érintőlegesen. Bocsánat, még annyit azért szeretnék elmondani, és igen, ez most már ugye több egyszer is, meg az én fejem is kezd azért bizonyos dolgokba hiányosságot szenvedni, hogy ami még a működésünkkel kapcsolatban egy érdekes színfolt lehet, és ebben már felismerültek gondolatok, hogy ugye a házon belül, ha az építményt veszem, akkor ugye itt működik egy kávézó, ami nagyon-nagyon színvonalas és jól működik a kontraszt kávézó. Tehát egy jó színvonalú hely, jó adottsággal, jó lehetőségekkel, és úgy tűnik, hogy nagyon jó együttműködési kapcsolatot tudunk a tulajdonos vezetővel építeni, és már gondolkozunk abban, hogy itt galéria éjszakát, ugye nagyon szép zöld terület van előttünk, önnek ugye nagyon kerthelyisége van, tehát egy közös, folyamatos együttműködést behozni. Köszönöm.